nem mennék én oda, csak... Bejelnök, ugyanez tart. Mindjárt 10 óra 23. Igen. Beszédet tartani. Igen, kulcsú beszédet. Hozzá kell tennem, hogy nem kell a 18-as karikát, hogy ilyesmit kitenni, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy amit beszedünk, abban nincs semmi a répai kulcsú. Igazából ezt a homozaták tudják, tehát nem azt a bővetek nekik, hogy ebben nincs semmi, viszont a fogyasztóknak azért mutatni szeretnék, mert egyáltalán nem ideális. Nagyon sokat viszik azt, hogy ez a növényi medicina, a természetes medicina, és kapnak valami szert, amit állítva, hát például erre a jázmin neve van ráírva, és azt gondolják, hogy ezek szerint valamiféle alkaloida van benne, és az hatásos lehet. A probléma az, hogy akkora higításban van ez benne, hogy valószínűleg ezekből a cukorgolyókból nekem több méretig kellene lenyelnem ahhoz, hogy egyetlen jármény molekula bekerüljön. De igazából nem is tudjuk, hogy mit csinálna velünk a jármény molekula, és éppen ez a probléma. Ugyanis nincs igazolva az, hogy ezek a szerek ténylegesen hatnak. Ez egy nagyon bonyolult probléma, mert ha megkérdezzük ismerőseinket, akkor úgy tudom, hogy mindenki azt mondja, hogy ki hatnak. Tehát ez egy nehéz probléma. Minden esetben, amikor azt látjuk, hogy miközben szedünk valamit, vagy kezelnek minket, és meggyógyulunk, akkor hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy attól gyógyultunk meg. De hát az orvostudomány 1200 évben pontosan azt találta ki, hogy ez nem így van, ez félrevezet minket. Kontrollált kísérleteket kell végezni ahhoz, hogy ezt igazoljuk. Hiszen a betegségek maguktól meggyógyulnak, kicsit jobban leszünk, esetleg másra is kezeltünk magunkat. Vagy hát éppen esetleg meggyógyított minket az a szer. Nagyon fontos, hihetetlen fontos kimeríteni. Nem azért, mert mi esetleg meggyógyultunk, és fontos tudunk, hogy mitől gyógyultunk meg, hanem hogy a következő páciens mitől fog meggyógyulni. Ezért nagyon fontos. Na most igazából a fő célunk annak bemutatása, hogy itt egy nagyon zavaros helyzet állt elő. Az Európai Uniónak a szabályzása és így a mi szabályzásuk is már elég jó abban a tekintetben, hogy a fogyasztókat védeni kell, nem szabad hamis reklámokat közé tenni. És például azt írják el ezek a szabályok, hogy a szerek esetében abban is igazolva a hatásosság, hogy ami gyógyszer hatása van. Nem szabad olyan mondatokat mondani, hogy ez valami gyógyít, vagy valami rossz kondíciót ugye segít meggyógyulni. És ezt nagyon komolyan veszik, büntetéseket rónak ki a cégekre, akik nem viselkednek megfelelően. Éppen ezért viszont van egy kategória, ahol ezt megengedjük. Azokat a szereket gyógyszernek nevezik, és az ilyen szereket regisztrálni kell. Például olyan intézményekben, mint itt a Gyógyszerészeti Intézet, ahova be kell adni regisztrációra, törzskönyvezésre ezeket a szereket, és be kell mutatni azokat a klinikai vizsgálatokat, amelyek azt mutatják, hogy ezek hatásosak, és persze be kell mutatni a káros felek hatásait is. Ez ügyrendben is van, azonban 1992-ben az Európai Unióban olyan módosításokat vezettek be ebben a törvénykezésben, kivételt tettek a homeopátiás ipar részére, tehát a homeopátiás szereket azóta gyógyszerként lehet regisztrálni, és itt is rajta van az ominak a engedélyszáma, tehát ez egy gyógyszer. Azzal a különbséggel, hogy ennél nem kellett benyújtani hatásossági vizsgálat. Tehát egyrészt tudjuk, hogy ezekben nincs az az anyag, amelyik rá van írva. Másrészt klinikai vizsgálatokból, ha végeztek ilyet azokból, tudjuk, hogy ezek nem hatnak jobban, mint a placebo. Tehát, hogyha egy másik homeopátiás szert, akkor a sima cukor, attól is ugyanúgy gyógyulnának az emberek. És harmadrészt viszont megadja nekik a törvény azt a felhatalmazást, azt a hirdetést, hogy tulajdonképpen ezek gyógyszerek, és így is adják elő. Tudom, hogy egy perc van addig, ameddig az egész világban, legalábbis ebben az időzónában, a sok országban, sok városban, Brüsszelben és az Európa Parlament előtt, hogy ebben a szkeptikusok és fogyasztói nők, és elmondom, hogy ezt a lény, milyen szerzőkkel kapcsolatos lényeket kell figyelni. És utána van egy adag, ahol azt, hogy ha nem tudják, hogy ezt a lényeket kell figyelni, most neked nincs se sikerült, de sikerült, ugye? És akkor tisztel elkezdjük visszatámolni, és utána a kormányokat elfogyasztani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 3, 2, 1. Ilyen a Duna,
Igen. Berlini pali. Mindegyik ilyen. Ha megjárt, mint a kodunkra. Nem lehet. 3, 2, 1. Látszik, hogy milyen a lobby erejük. Hozzá kell tennem, hogy az Európai Unióban, amikor megindokolták, hogy miért kell ezt a kivételt megtenni, akkor arra hivatkoztak, hogy mert nagy az igény rá az emberek között. Tehát szóba nem kerültek a tudományos üzenetre. És ezt mi egy gyógyszer esetében nagyon veszélyesnek tartunk. A homeopátia esetében ugye lehetne azt mondani, hogy hát ártani nem árt, ugye, de igenis árt. Ugyanis ez a dolog, hogy törvényeket lehet hozni, módosítani egy lobby érdek számára, egy olyan gyógyszert lehet forgalmazni, aminek a hatásossága egyáltalán nem sikerül, ez nagyon veszélyes. Tehát a mostani demonstrációban se azt akartuk mutatni, hogy bármilyen semmi bajunk, és mondjuk semmi, ezt tudjuk, hanem azt, hogy hogy lehet törvényekkel szabályozottan támogatni olyan szereket, amelyekben nincs semmi és nem hat. Úgy gondolom megváltoztatni. Nincs benne semmi! Az a dolgok, hogy utállással, amit utána megjön a szemünk.
úgy gondolom, hogy megváltozhat. Egy hasonló egy országnak korlátozott a megmozdulásnak évben, onnan indult ez a mozgalom egyébként. És ott nagyon komolyan elkezdték parlamenti vizsgáló bizottságot viselni a kérdést. Egy nagy meghallgatást tartottak, ami fantasztikus egyébként. Nagyon szeretném, ha Magyarországon a parlamentnek ilyen tudományos témájú meghallgatások lennének. Meghallgatták az ottani homeopátiás gyógyszer forgalmazó közösségek vezetőjét is, és megkérdezték, hogy van-e bizonyítékuk, és igazából nincsen bizonyítékuk arra. Mindenki arra hivatkozott, hogy egy igény van, hogy ez egy nagy üzlet, valamint arra, hogy az európai szabályok azt mondják, hogy meg kell valósítani a homeopátia támogatását. Tehát sehol nem arra hivatkoznak, hogy a hatásosságot igazolva. Többször kerestük őket évekkel ezelőtt, most az akció keretében még nem. Én tulajdonképpen csodálom, hogy ők nem kerestek meg minket, de meg fogjuk őket keresni. Ez az akció, ez a kampánynak csak egy része. Tehát ez a kampány, ez folyamatosan folytatódik. Most éppen Brüsszelben vannak ugye a kollégák, és valószínűleg ők is lenyelték az adagjukat. Azt hiszem, hogy 15-en magyarul ott voltak egyébként. És mi pedig magyarul, és ők több helyen angolul beadták az Európai Parlament képviselőknek azt a petíciókat, amelyben leírjuk ezt a szabályozási problémát. Érteni kell, mi nem betiltatni akarjuk a homeopátiát. Szabad választáson az emberek választanak, hogy mit akarnak. De olyan információk alapján választanak, ami jó információ. Tehát nekik tudniuk kell, hogy itt nincsen az újság. Meg ebben a szemben tudniuk kell, nincsenek hatásossági vizsgálatok, tehát hogy igazából nem lehet tudni, hogy melyik szemüket ezek után venni akarnak, vegyenek. Szerintünk ezt élelmiszerként vagy értetkiegészítőként kellene forgalmazni, és pontos volna, hogy vonatkozzanak rá azok a szabályok, a kereskedelmi, a hirdetés szabályozás és a fogyasztóvédelmi. Raskó Gábor vagyok, a Szkeptikus Társaság elnöke, eredeti foglalkozásom szerint biológus már. Aki még akar megnézni speciális szereket, például a Lunát, a Lakmánát, vagy egyebeket, azokat szívesen mutatok. Igen, itt ki lehet tenni valahova. Tehát nem tudom, hova tegyük. Bárkinek a kezébe adom, csak adják vissza nekem, nem a nagy értéke miatt. Nem tudom, hogy Magyarországon mekkora. Jó, akkor valaki föl. Mekkora részesedése lehet egy gyógyszerpiacból. Én úgy gondolom, hogy kicsi. Kicsi, mondjuk 10%. Nincsenek adatok szerint, a homeopatáknak sincsenek adatai erről. Én úgy tudom, én azt mindenesetre tudom, hogy ha megkérdezek barátaimat, akkor a felelő biztos, hogy használ már ilyen szart. Most sorolom, hogy ezekben mi van egyébként? Igen, most sorolom fel. Ez például egy olyan csokoládészer, ami igazából nem fog húzni kivéve az a cukor, ami benne van. C200-as hívítás, az azt jelenti, hogy egy egyes után 400 múlva a hívítási szinten. Tehát gondoljuk, hogy mennyi csokoládé van benne. De például itt van a Luna C200-as, amit valószínűleg azt az eredeti alkohol oldalt, ahol fénynek tették, és utána ezt rázva hívították 200-szor-100-szorosára. Ilyen van a berlini falból is, az állítólag a bezártságérzés. A Lakmána az az emberi tejből készült, ha jól tudom, legalábbis neve szerint. De van oxigénium. Tehát nyilván oxigén fújtak rá, majd buborékoltak át az eredeti vizet, és azt indították. Laklupinum. Hát most nem tudom, nézzék, ez fontos tej, de ezt nem tudom. Tarantulapó, ugye? Ez is eléggé indított állapotban. Talán van egy. Tehát hasonlóan. Tehát nekem mondjuk a berlini fal tetszik a legjobban, abban nem sikerült.